Bonyhádon a helyi német kisebbségi önkormányzat szervezésében megkezdődött ennek a különleges és egyedi hímzésmódnak az átadása. Az érdeklődő asszonyoknak Trautmann Konrádné tartja a foglalkozásokat, aki 2001-ben ismerkedett meg és kezdte el a gazdag mintakincs feldolgozását. Ahogy elhangzott, régebb a hímzéssel tették egyedivé, ünneplővé az egyszerű kendervászonból készült ingeket, kötényeket, dísztörülközőket az asszonyok. A Gyönki tájház gyűjteményéből dolgozom, ott ezek a minták megtalálhatók eredeti ingeken, kötényeken, dísztörülközőkön. Jó, van közben egy-egy minta, amit már időközben én találtam más újságokban, ami nem kimondottan, de subrikás hímzés. Itt azt kell mondani, megjegyeznem, hogy a subrika a magyar értelmi kéziszótár alapján a minta, kihúzott szálak minta szerinti visszastoppolása. Mert aki tud zogni, stoppolni, az tudja csinálni a subrikás hímzést. Furcsa, hogy így mondom, de ez nem más, mint az okni stoppolás technikája. Az, hogy nem egy-egy szálnál, mint hogy az okninál, hanem itt szál kötegenként 4-5 szál, vagy ha úgy adódik 6 szál van összefogva is, és az van bestoppolva. Mint mondta, Komjatini ráhatására kezdett el hímezni, majd egy Gyönki tanfolyamon keresztül értékes tapasztalatokra tett szert a ma már népi hímzőként tevékenykedő Müller Máriam. Úgy alakult, hogy jött egy hét szünet, fűtési szünet, és azt mondta, házi feladat, mindenki hozzon valamit, és én úgy mentem vissza, hogy vittem egy kész svábhímzéses terítőt, ami az első munkám volt, és én ezt teljesen autodidakta módon, senki nem tanította meg, mert egy kicsit furcsa, amit mondok, aki tud zoknit stoppolni, az tudja csinálni a svábhímzést. Mert a subrika nem más, mint a kihúzott szálak minta szerinti visszastoppolása. És tényleg egy olyan egyszerű dolog, hogy azt kell mondanom, aki tud zoknit stoppolni, az tud subrikázni. Országos szinten egyedül csinálom, nem tudom, hogy bárki is lenne. Népiparművész címet 2009-ben kaptam meg. Azóta folyamatosan zsűriztetek. Aktívan segíti a Gyönki hagyományok ápolását, mivel a Gyönki szövőszakkört is ő vezeti. Van egy 9-es fiú, aki odajár a szakkörre, és mondom, hogy képzeld el, a udvari vőlegény tutyit kötök. Következő héten jön, hogy már végig járt a falut, hogy képzeljék el, megvan a Tefner Józsi bácsinak a vőlegény tutyja, és azóta folyamatosan hozza nekem az udvari tutyi mintát, úgyhogy most már ott tartok, hogy közel 10 mintát hozott nekem. Úgyhogy nem is kell kimenjek udvariba, és jönnek a minták maguktól, mert egy ilyenre akadtam rá. A nyers vászonnat a kihúzott szállal mintázták, úgyhogy az egyszerű házi vászon szőttes ingeket, kötényeket vagy díszörülközöket ezzel díszítették. Már a 30-as években jött be, mikor már egy a színes szál az annyi, hogy olyan sárgás vagy olyan drapos, árnyalatú, de nem tarka hímzés, mert gyakorlatilag ez nyerssel hímzett. Még akkor olyan stilizált virágot kezdtek rá hímezni, vagy monogramot, de ezzel tették egyedivé a házi szőttes ingeket. Megvarták az ingeket, és akkor azt ezzel díszítették, hogy mégis egyedi és különleges és ünneplőbb legyen. Végül is a subrika az olyan, hogy amit kockás lapra le lehet rajzolni, azt ki lehet subrikázni, mert geometrikus kockás minta, majd meg lehet nézni itt a munkáimat. Meg kiegészítő mintái vannak, olyan, hogy Margit öltés, mesterke, azurral, felsőnánai, azur, létrás, azur, de én már ilyen kiegészítő, csak ilyen szélminta, a főminta, a subrika mindig. A legrégibb kézimunkák kenderből, gyapjúból készült szöttesek kevés hímzéssel vagy horgolással vannak díszítve. A korai hímzéseknél a kézzel megrajzolt vonalas motivumok jellemzők és kevésbé színesek, legfeljebb egy vagy két szint használnak. Elmondás alapján ő saját maga, otthonába magányosan végzi ezt a tevékenységet. Ha valaki érdeklődik, ha kell, akkor rendelkezésre tudom úgy bocsájtani a
így mondom, a Lakner-féle hímzés mintagyűjtemény, mint amit évek 80-as években Babics kiadott, nem egy ilyen hímzés mintái. Igazából abból dolgozok, még a Gyönki tájházban található munkákból. Nekünk az utókor számára üzenetet hordoznak őseink életéről, mindennapjairól, örömükről, bánatukról.